Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntelek benneteket! Mielőtt az imát elkezdjük, érdemes megérkezni ebbe a reggeli elmélkedésbe. Arra hívlak, hogy készíts elő jegyzet füzetet, hogy majd a kihívást föl tud jegyezni, illetve az arra való válaszaidat tudjad rögzíteni. Illetve így az ima előtt egy kicsit próbálj meg lélekben megérkezni a Jóistenhez. Hogyha valami zavar vagy foglalkoztat, azt próbáld meg elengedni, ezt az időt most a Jóisten jelenlétébe helyezzük, és megpróbálunk találkozni vele itt és most. Ehhez lehet, hogy segít, hogyha egyenes gerinccel ülsz le, a két talpad érintse a talajt, és egy pár pillanatig arra figyelsz, hogy az Úristen előtt itt vagyunk, és egy belső szóval talán ki is mondhatod, hogy itt vagyok, Uram. És most felolvasom a mai napi evangéliumot. Evangélium Szent Máté könyvéből. Azokban a napokban eljött keresztelő János, és hirdette Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. Ő az, akiről Izajás próféta beszél. A pusztában kiáltónak a szava. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Jánosnak teveszőrből volt az öltözete, és bőrőv a csípője körül. Az étele pedig sáska volt és vadméz. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, az egész Júdea és a Jordán egész környéke. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban, és megvallották bűneiket. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül sokan jönnek, hogy fölvegyék a keresztségét, azt mondta nekik: viperák fajzata, ki tanított titeket menekülni a jövendő haragtól? Teremjétek hát a megtérés méltó gyümölcsét, és ne gondoljátok, hogy azt mondhatjátok magatokban, Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, hogy ezekből a kövekből is képes az Isten fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökerén van. Minden fát ugyanis, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Én vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálam. A saruit sem vagyok méltó hordozni. A saruit sem vagyok méltó hordozni. Ő szent lélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. Szórólapátja a kezében van már, és meg fogja tisztítani szérűjét. Összegyűjti búzáját a magtárba, a pejvát pedig oltatatlan tűzzel elégeti. Keresztelő János minden bizonnyal advent egyik legnagyobb hatású alakja. Ennek ellenére nem került fel az áruházak polcaira, ahogy például a Mikulás csokoládé formában. Úgy tűnik, hogy nem olyan emészthető, mint egy tábla csokoládé vagy másfajta édesség. Ő egy furcsa figurája a sivatagnak, aki teveszőrbe öltözik és sáskákkal táplálkozik, és aki csak egyetlen, de nagyon világos és félreérthetetlen üzenetet ad a hallgatói számára. Térjetek meg! Valljátok meg bűneiteket, és a keresztség által tisztuljatok meg. Az emberek nagy része egyáltalán nem ezt akarja hallani. Különösen nem az adventi és karácsonyi vásárokon, a forradboros és mézes kalácsos standoknál, a Jingle Bells zenéjét hallgatva. Ők megmaradnak az áruházak polcain csillogó csoki Mikulások üres üzeneténél. Érdekes azonban, hogy az emberek mindannyian kirohantak a pusztába keresztelő Jánoshoz. Tehát kellett lenni benne valami vonzónak és lenyűgözőnek, legalábbis valami olyan különlegesnek, hogy az emberek kíváncsiak lettek rá. És a kíváncsiság, amint tudjuk, mindig kiváló csali. Minden esetre keresztelő János a maga korában szenzáció volt, akit az emberek látni akartak, és sokan gyanították, hogy ő a Mesiás, vagyis ő az üdvösség hozója, akit nemzedékek óta vártak, és aki meg fogja menteni a világot.
Ő maga ezt kategorikusan visszautasította. Nem, nem én vagyok az. Aki utánam jön, erősebb nálam. A saruit sem vagyok méltó hordozni. A proféták sorsa nem sikertörténet. Emberi szemmel nézve küldetésük lehetetlen. Furcsa alakok, álmok álmodói és kergetői. A nehéz valóságon túlmutatók, akiknek dörgedelmes szavaira általában csak legyintenek az emberek. A világ azt mondja, akinek látomásai vannak, orvoshoz kell mennie. Az új korban egy politikus volt, aki másképp gondolkodott, Izrael első miniszterelnöke. Az ő híres mondata, aki nem hisz a csodában, az nem realista. Ezzel a mondattal a keresztény világ is egyet tud érteni, hiszen az egész emberiség sóvárog a megmentés, a megváltás után, hogy valaki adjon értelmet ennek a világnak. A keresztények nem felejthetik el vágyaikat, céljaikat, vízióikat, amire a világ azt mondja, hogy utópia, ezért nem létezhetnek. Keresztelő János prófétai hangját meghallotta a nép. Nem legyintettek gúnyosan, hanem követni kezdték. Miért? Mert nem magáról beszélt, hanem Isten fiáról, aki eljön. Megtéréssel el lehet jutni a vágyak, remények, ideálok megvalósításához. Jézus csodája közeledik, merjünk vágyakozni. A keresztelő János iránti rajongás mára már régen elmúlt, de üzenete még mindig érvényes. Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Mit jelent ez az üzenet számunkra ma? Újra fel kell tenni magunknak a kérdést. Hová is megyek valójában? Mi is valóban a célom? Mire törekszem? Mit keresek, mit várok az életemtől? És amikor erre a kérdésre válaszoltam, akkor meg kell kérdeznem magamtól, hogy jó úton járok-e, és ha nem, akkor valóban itt az ideje, hogy megforduljak, és ne várjak tovább. És következik a mai nap kihívása. Egy néhány kérdést szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, amin lehetne egy kis csöndben elmélkedni, és ennek a eredményét, a gyümölcseit érdemes lejegyezni magadnak. Tehát a kérdések, hová akarok menni, mi az életem célja, mit keresek, mire vágyom. Ezek a kérdések már tipikus adventi kérdések, és fontosak a mi Úrunk Jézus Krisztus születésének ünnepére való fölkészülésben. Ahogy már indulunk advent második hetébe, komolyan felhasználhatnánk ezeket a napokat arra, hogy megújítsuk az Isten melletti döntésünket. Újra teljesen Istenemhez igazodom, minden erőmmel és képességemmel, szívemmel és akaratommal, és követem őt, bízva abban, hogy akkor ő is a helyes utakon vezet és irányít engem. Amen.